Kérdésként merült fel, hogy a sodrony véget hogyan lehet eldolgozni szépen. Először is ugye megfűzzük a mintát, amit szeretnénk a sodronyra. Én most csak pádra gyöngyöt fűzök fel. Mint egy jelezve, hogy elkészült az ékszer. Na így, most ennyi elég is lesz. Ezután, ugye a másik végünk is szabadon van, az egyik végre felfűzök egy csomófogót. Majd arra teszek egy stoppert. Tehát felfűztem egy csomófogót, mögé pedig egy stoppert. A stopperen én vissza szoktam dugni a végét a sodronynak. Ezzel egy hurkot készítünk. Csomófogót fogva a sodrony hosszabbik végét húzom. Egész addig, amíg nagyon-nagyon picike hurok nem lesz a visszahajtott sodronyból. Kicsit közelebb hozlak titeket. Így. Tehát egy nagyon picike hurok lett a sodronyból, a sodrony vége pedig itt van. Így. Itt lapos fogóval összenyomom a stoppert. Még sikerül megfognom. Csak megvan. Összenyomtam lapos fogóval. Erre ráhajtom a csomófogót. Mivel látom, hogy itt kilóg vége a sodronynak, azt ott lecsípem, a lehető legközelebb ne lógjon ki, és ne bántson senkit. Természetesen ezt a lecsípést megcsinálhatjuk még azelőtt, hogy összecsuknánk a csomófogót. Úgy könnyebb, tehát nagyon-nagyon közel lecsípjük a végét, és utána csukjuk rá a csomófogót. Utána a csomófogó karikájába illeszthetünk egy szerelőkarikát, és arra rá a kapcsot, amit kiválasztottunk. Mindezt elkészíthetjük csomófogó nélkül is. Ez akkor jó megoldás, hogyha nagy lyukú gyöngyökkel dolgozunk, tehát mondjuk nem kásával, vagy mondjuk kásával 8-astól felfele, akkor elhagyhatjuk a csomófogót, mégpedig úgy, hogy felfűzzük a stoppert. Ezután ne felejtsük el ráfűzni a kiválasztott kapcsot, tehát stopper, a kapocs egyik oldala, majd ugyanúgy visszafűzünk a stopperen, ahogy az előbb is tettük. Hoppa, csak elszaladtam. Úgy. Stoppert közel igazítjuk az utolsó gyöngyhöz. Addig játszadozunk a sodronnyal, addig próbáljuk meg odahúzni, még a lehető legközelebb nem kerültünk hozzá. Tehát így közel vagyunk a stopperrel az utolsó gyöngyhöz. Ezután a kimaradt
sodrony véget, átfűzöm az utolsó gyöngyön, és ezután összenyomom a stoppert. Így ne. Ugye itt lóg ki most a szálunk az utolsó gyöngy után. Több gyöngyön is persze visszafűzhetjük, akár 2-3, és attól függ mekkorák a gyöngyeink. Ezért volt fontos, hogy nagyobb lyukú legyen a gyöngy, hogy vissza tudjuk benne fűzni a sodronyt, mert azért az elég vastag. És van, amelyik gyöngyön nem megy át kétszer se. És elkészültünk. Ez a vége. Ha nem vagyunk megelégedve ezzel a lapos stopperrel, használhatunk stoppernyomófogót, amit én most nem hoztam ide, úgyhogy nem tudom megmutatni. De stoppernyomófogóval ezt a lapos fogót szép gömbölyeddé tudjuk formálni. Majd egy másik videóban bemutatom a használatát. Vagy letakarhatjuk, hol vagyok, ilyen stopperrejtővel, ami tulajdonképpen olyan, mint egy gyöngy, amiből kivágtak egy harmadot. Ezt ráhúzzuk a stopperre. Most persze nem fog sikerülni. Ne sietek. Tehát ezt ráhúzom a stopperre. Tudtam. Amit szeretnék eltakarni vele. És utána kicsit összenyomom. Ezáltal a lyukas oldala összezáródik, és hát úgy fog kinézni, mint egy gyöngy tulajdonképpen. Ez a stopperrejtő. Másik megoldás. Ismét fűzök egy kicsit, hogy meg tudjam nektek mutatni a végek eldolgozását. Most megmutatom a drótőr használatát, illetve azt, hogy végzáró kupakkal hogy lehet elrejteni a nem annyira szép végeldolgozást. Szokásos módszer, stopper. Ezután ráfűzzük a drótört, ami tulajdonképpen egy csövecske, U-alapba meghallítva, a két, hol mutassam, rossz helyre mutatok, a két végén meghagyták a teljes csövet, közepéről pedig lemarták, tehát ott végül csak fél cső van, két vége zárt. Jaj, ne szabadnak a gyöngyöim. Két vége zárt, abba kell bedugnia. Sodrony véget. Sodrony vagy damilt, ez amiket eddig bemutattam, mind a kettőre igaz. Tehát damilt és sodronyt is el tudunk ezekkel a módszerekkel dolgozni. Miután átfűztük a sodronyt a drótőrön, utána visszafűzzük a stopperbe, plusz még gyöngybe, és meghúzzuk, hogy jó helyre illeszkedjen. Tehát ez így néz ki. Miután felfűztük, gyöngy, stopper, drótőr. Arra figyeljünk, hogy amikor meg összenyomjuk a stoppert, akkor a sodrony az nagyon szorosan legyen, tehát illeszkedjen a drótőr vájújába, különben semmi értelme nem lesz a drótőrnek. Tehát így néz ki. Miután összenyomtuk a stoppert, egy ilyen helyes kis fém véglet. Erre rakunk szerelőkarikát, és arra rá kapcsot, vagy csináltuk volna úgy is, hogy mielőtt átfűztük volna a teljes sodronyt, ide
erre ráhúztuk volna a kapcsot. Ha megfelelő méretű lyuk van a kapcsolón, akkor nem is kell szerelőkarika. Tehát ez az egyik módja. Pontosabban már a harmadik. A sodrony végének átdolgozására. A negyedik pedig, hogyha kupakot használunk, ez lehet záróvé kupak, mint most ebben az esetben, de jó, ezek a vastagabb. Tibeti stílusú öntvény, gyöngy kupakok is erre a megoldásra, ami nem más. Stopper, ugye mindig stopperrel kezdjük. Felfűzünk egy stoppert, utána a kupakot, amivel szeretnénk eltakarni az eldolgozást. Ugye átfűztük a kupakon, ezután megint visszafűzzük a kupakba. Ilyenkor ide is használhatunk drótört, vagy rögtön erre is tehetjük a kapcsot, ahogy éppen szeretnénk, attól függ, mennyire elegánsra készítjük az ékszerünket. Tehát a szokásos módon visszahúzzuk. Na, csak most meg elbújt a stopper. Hogyha odahúztuk a hurkot, visszahúztuk a kupakba, összenyomjuk a stoppert, amit ismét sikerült becsúsztatnom a kupakba. Megint kezdhetem el. Ja. Összenyomom a stoppert, amit a kupakunk el fog takarni. Tehát a kupak alatt lakik a stopper, így, és nem látszik, ezzel eltakartuk. Ez a stopper rejtőre egy másik megoldás. Ugyanezt megoldhatjuk mondjuk egy nagyobb lyukú gyöngyel is, tehát ide a gyöngy kupak, vagy a záró kupak helyére egy nagyobb lyukú gyöngyet fűzünk, amiben az összenyomott stopperünk el fog férni, és abba húzzuk bele összenyomás után, akkor ismét nem fog látszódni a stopper, ahogy eldolgoztuk. Akár ilyen kerek, vagy bármilyen gyöngy jó ide, amiben belefér az összenyomott stopper. Én most a 2,5 vagy 2 millis stopperre dolgoztam, ami elég nagy, tehát jó nagy lyuk kell hozzá, de a mini 1,5 millis stopperekhez kisebb lyukú gyöngy is elég értelemszerűen.